Na, izsákozunk egyet ma is, gondolom nem bányátok. Úgyhogy, hát Dorsóval és hát Afterbirth-ezünk Isaac-kel, ugye a megbeszélt módon. Egyébként megnéztem, és nem csak a Megablast hiányzik, hanem hiányzik a Sworn Protector is, amit ugye azért kaptunk, hogy Lost-tal feloldottunk mindent. Úgyhogy nem olyan régen kaptam meg, nem csoda, hogy hiányzik. Viszont, hát ugye Angyal Item Poolban van benne, és ugye hozzá kell tenni, hogy legtöbbet ez idő alatt keeper-öztem, és keeper-re szinte mindig kivétel nélkül angyal köreim voltak. Úgyhogy akár kis szerencsőnk is lehetett volna, de hát nem volt szerencsém. És ebből az a probléma, hogy ugye hiányzik egy item az ördög item poolból, egy meg az angyalból, szóval elég kicsi a valószínűsége, hogy egy kör alatt lesz meg mind a kettő. Hát meglátjuk. Értelemszerűen... Szerintem... Hát nem is tudom. Igazából az a helyzet, hogy az angyal item poolban mindig benn van a Sworn Protector. Ami egyet jelent azzal, hogy lehetséges, hogy azzal kéne kezdeni. Hiszen ott tényleg csak be kéne jutni egyszer az angyalhoz. Kéne ott legyen item és valahogy összehozni. Vagy legalábbis hát matematikailag nagyobb rá az esély, hogy előbb lesz meg az. Még akkor is, hogyha az angyalnál ritkában van item alapból. De hát igazából időközben is improvizáltunk és rögtönözhetünk. Azzal, vagy hát annak kapcsán, hogy az első ördögszoba az milyen. Érdemes-e ez a Sticky Penny, vagy nem tudom mi a neve, szóval, hogy érdemes-e... Tears Down, ez baj. El is ment az ördögszoba, még egy amnézsia is. Wow. A Soul Heart-ot a bossra kéne elvinni, de mégis tök mindegy. Ez egy Excel szint, megint. Legutóbbi részből rossz emlékeim vannak erről. Szóval az első ördög szobától függhetne az, szerintem, hosszabb távon így működhetne, hogy mit csinálunk, melyikre megyünk rá az adott körben. Tinti Drag, mindig jól jön, még akkor is, hogyha a piros szívsérülés most már a bossig nem fog számítani. Tudom, hogy megvan a rerollunk, de nem vagyok benne biztos, hogy még egyszer fel tudjuk tölteni a kockát. Ezért most már előbb megkeresem a bosst, és utána foglalkozom a második item roommal. Általában a boss környékén van a Super Secret Room is, oda is természetesen szeretnék bemenni. I Can See Forever pirulával. Hú, 7 centes PhD, hát jobb lett volna ezt mondjuk megkapni még a... Egyébként a pirulás Secret Room volt a Super Secret Room. Most vagyok a simában, szóval jó lett volna a Super Secret Room előtt megkapni a PhD-t, de hát most már mindegy. De egy elég érdekes és nagyon hasznos item, úgyhogy igazából elégedett vagyok vele. Regment talán sikerül vele eltenni lábalól. Nehézségek nélkül. Ugye hát szerencsére van most már két Soul Heart-om, úgyhogy igazából jó párat sérülhetek a bosszon, bár nem szeretnék szándékosan. Mondjuk egy jó angyalköröm nagyon-nagyon rég volt már. És hát Isaac-kel jó angyalkört összehozni is egyszerű, mint bármelyik másik karakterrel, ennyire erős a kocka, ugye? Oké, végre meghalt a boss. Hiába volt elég nagy részben aktív dedájunk, még így is elég sokáig tartott. Lecs ki sem egy borzasztó item. Lock up, Soul Heart plusz kulcs. Szóval elkér itt majd a segítség. Hogy megkapjuk az ördögszobát, egy kis mázli kéne, ugye? Hauntot azért már lényegesen egyszerűbben tudom ölni, mondjuk Regment. Régebbi bossról van szó, bár régebb ő is volt mumus, mármint Haunt. Hát nem lett mákunk. Kár érte. Ez a Himatimisi Spirulat, de egyébként a szint többi részét nagyjából lehoztam.
piros szív sérülés nélkül, sőt nem is nagyjából. Ebben volt a Dead Eye, azt hiszem. Hogyha meg kell találni a másik item roomot. Ami valamerre erre kéne legyen. A boltban már nem volt semmi nagyon értékes vagy érdekes. Úgyhogy nem hiszem, hogy azt a nickelt nekünk fel kéne robbantani. Meh. Igazából mondhatnátok, hogy miért nem élettél újra a Lazarusként. Én megválaszoltam, hogy nem akartam elbukni a HP-mat fölöslegesen, mert az előző részekben, illetve nem egészen fölöslegesen, de az előző részekben már volt egy-két negatív élményem azzal a kapcsolatban, hogy túl erőszakosan vásárolom az ördögtől az itemeket. És ez is körülbelül így fogható, így lett volna felfogható, úgyhogy ezért választottam inkább a rerollt. Sajnos nem vált be, hogyha bevált volna azért. Azért erőteljesebben érvelhetnék amellett, hogy ez egy jó ötlet volt rerollolni a Lazarus Resurrect itemet. Jó. Így azért vannak kéteim, hát reménykedtem benne, hogy elfér mellettem ez a kukac. Soul Heart-ot bukni egy ilyen szobában azért elég nagy luxus. De akkor is, hogy ezek az ellenfelek borzasztó idegesítőek. Ó, Jézus Mária, és még ilyen sokan is vannak. És még van is egy belőle, bár az olyan helyen van, ahonnan nem tud hozzánk kukacokat küldeni. Bár mondjuk ő legyeket idéz, hál' Istennek. Oké. Okay. Mindig nincs piros szívsérülésük, itt már tényleg nem szabadna, hogy legyen. Megengedhetetlen, akkor kb. Újra is kezdhetem, mert win még lehetne belőle, de hogy a két hiányzó itemből egyiket csak kapjuk meg, az úgy már szinte biztos volna. Swarm Protector egyébként elképzelhető, hogy az egyik legjobb orbital a játékban. Ugye egy rendes orbitalként funkcionál, viszont vonza magába a könnyeket bizonyos mértékig. És hogyha blokkol egy könnyet, akkor van rá némi esély, hogy dob egy Eternal Heart-ot. Szóval elég OP. Nem biztos, hogy szeretném elbukni ezt a fél Soul Heart-ot. Oké. Okay. Még élünk. Illetve még él a remény az ördög szobára sokkal inkább. DPS hiány egy kis probléma. Hogyha nem aktív a Dead Eye, vagy nem a Blood Clot-os könnyünkkel találjuk rá az ellenfelet, akkor meglehetősen szánalmasan gyengék vagyunk. Egy rerollolható item, ez jó hír, hogy van. Consumable szögből most nincs probléma, ezen a szinten is van már aranykulcsunk. Oké, ez csalás. Na, azért. Szerintem még egyszer biztos, hogy sikerül feltölteni, úgyhogy reroll you brother, Bobby V. Bobby V. Bobby V. szerintem. Oké, szóval. Megvan az item room. Oké, mindjárt kiderül, hogy jó ötlet volt-e rerollolni a jumpot, bár így is rerolloltam volna szerintem. Csak ugye azért az itemért meg is kell küzdeni, míg az item room most ingyen van. És ráadásul nem egy rossz item. Magic Mushroom esetleg? Nem, de kaptunk egy Soul Heart-ot, ami majdnem olyan fontos. Spider Mode, 7 centért talán megéri. Legalább a Dead Eye-ról némileg átható képet kapunk, hogy mit tud és mire jó és hogy működik. Nem volt Soul Heart, de azért lecsekkoltam.
Hát, ha én néztem el. Ó, oh, volt rutyi a földön, vagy mibe sérültem, valószínűleg abba. Jó, PhD-nk van. Úgyhogy ezektől nem kell tartani. Ugye volt egy Tears Down pirula a rotációban, ami most már Tears Up. Volt egy Speed Down is ezek szerint, mert két különböző Speed Up van. Oké. Mázlink volt, de Mázlira szükség van az életben. Most nem volt Mázlink. Még mindig nincs piros szívsérülésünk, borzasztóan a határon táncolok azonban. És egy szobát még teljesítenem kell a boss előtt, mert nem lenne töltés. Vagy nem lenne feltöltve a D6 egész pontosan. Nos viszont már igen, már csak le kéne hozni sérülés nélkül a boss-t. Ami teljesíthetőnek tűnik, ez mégis csak egy gördi. Bár a legszarabb szobában, ami csak elképzelhető. Spider-Mold azért segít, mert lassítja őt. Mivel ilyen jó nagy testfelülete van Gördinek, túl sok a zabát karácsonykor, ezért elég sűrűn aktív a Spider mód. Binkit elvisszük, mert Soulheart. Ezt irolloljuk, és elvisszük. És megint csak rámegyek inkább a Mega Blastra. Hasonló indítatásból, mint amit a Keepernél csináltam. Hogy előbb szerettem volna Hush-t, mint Lembet, ami végül nem jött össze. De ahogy mindig úgy érzem, hogy jobban nehezén túl lenni előbb, és a Mega Blastot nehezen megszerezni, mint a Swarm Protectort, ahogy mondtam. Legalábbis szerintem. Úgyhogy most is ezt fogom tenni. Meg hát az Abaddon egy olyan item, amit elég nehéz elpasszolni. Wow. Ugye ezt a sebzés, ez a sebzés ez be van szorozva 10-zel, tehát 6,9-et sebeztünk most éppen, most 8,4-et, 3,5 az alap. Egyébként. Még egy I can see forever. Már is felejtettem, hogy mennyire imádom a PhD-t. Ez egy fölösleges sérülés volt a Curse of the Maze miatt. Köszönjük meg neki, hogy elvett tőlünk fél HP-t. Chaos. Oké, az kell. Swarm Protector megszerzésében tud segíteni. Akár a Mega Blastéban is. Örülnék, ha nem dobálna össze-vissza. Jelenleg 12 centnél járunk, ami nem, még pont nem elég a Chaoshoz. Túl fart semmit nem csinál, Magician szintén, úgyhogy... Hát mivel általában kapok I Can See Forever-t, ezért szerintem eltolhatom a Moon-t. Azért, hogy megőrizek fél fekete szívet. És kéne még 2 centet szerezni valahonnan. Nem tűnik egy nehéz feladatnak, de mindig akkor a legnehezebb, amikor igazán kell. Épp van D6 töltésünk, de sehol sincs még az itemunk se, meg a boss se. Megvan a plusz 2 cent. Ez egy blank card. Lehet, hogyha fölveszem a Chaos-t előre, akkor... Légy szíves. Szóval akkor az nem egy blank card. Viszont az is biztos, hogyha megveszem a Chaos-t és utána rerollolom, akkor bármi lehet belőle. Bármi nem a Chaos-t, hanem a... amennyi reroll. Megéri itt eltolni szerintem. Csak itt is rollolgathatok, mert itt is lehet belőle bármi. Lehet belőle egy Contract from Below. Fölveszem, mert van még jó pár item pedestal a szinten. Contract from Below pedig teljesen használható és jó. Szóval a Chaos az, ami tényleg tud segíteni a
a... hát a... teljesítendő dolgainkban, wow. Vegyük fel, mert ez 5 bomba. Valami breaking-szerű cuccot, ha össze tudnánk hozni, akkor az egyet jelenten azzal, hogy a ládában kb. Meg is lehetne. Már ma. Az 1100%. Megint volt trutyi, megint nem figyelek rá. Ez pedig megint haszontalan. Kicsit most már bánom, hogy fixáltam az ördögszobákat. Mert igazából teljesen mindegynek tekinthető most már. Ismerős trinket közelmúltból. Oké, kicsit szűk volt ott a hely. Szerencsére jó a DPS-ünk. Jó nagy ez a szint. Eldobott a világ végére, ennek nem örülök, mert charge-ot fogunk bukni. Már igazából nem érdekel, csak pusztuljanak már meg. Talán a boss közelebb van, így van. Hát, hogyha sikerül fenntartani Dead Eye-t, akkor Stain olyan különösebb gondot nem tud okozni. És amúgy sem úgy tűnik. Azzal nem foglalkozom. Ez egy krampó. Ezt még reméljük, hogy egy Perth Throw Rune, nem? Ez egy Berkán, ami legalább a Krampusnál segít. Mégis tök mindegy, hogy mit rerollolok. Mindenhol bármi lehet. Úgyhogy rerolloljuk a Head of the Krampus-t itt-ben. És lett belőle egy Holy Light. Amit nyilván elviszek, mert ide már nem biztos, hogy visszajutok. Nem tudom, hogy lesz-e még reroll ezen a szinten, és... ha lesz, akkor mennyi? Sharp Plug-ot most már elég nehéz lesz megszerezni, mert kompromitáltuk a Bolt Item Pool-t. Most sokkal több minden lehet ott, szóval... specifikusan, így hangzik ez a szó. Szóval specifikusan Bolt Itemeket szerezni most már nehezebb, de minden mást könnyebb. Talán így foghatjuk fel a Chaos-t. Volt-e a boltban? Hát volt elem, de már fölvettem őket, úgyhogy igazából teljesen mindegy. Challenge Room-on érdekel, hogy van-e ott olyan item, ami nekünk hasznos. Csomó felé van item. Van vagy 4 ezen a szinten. Nem ugye ez a blank card volt, és az is maradt, mert nem rerolloltam. Jó, mehetünk tovább. Még a Super Secret Room-ot nézzük meg azért. Szóval... most valami breaking cucc kéne, és akkor meglennénk, csak hát breaking cuccot, ha olyan könnyű lenne szerezni, akkor ez a játék nem lenne túl nehéz. Valóban hagytam el kulcsot, de elég valószínűtlen, hogy most már össze fogom tudni szedni. 2 centből, ebből nem lesz semmi. Luck upgrade. Követtem az experimental treatment, de teljesen véletlenül. Adott egy health upot, a damage-ünknek annyira nem ártotta, hogy nézem. Ugye a holy shot-ra van hatása a luck upgrade-nek, úgyhogy minél több luckunk van, annál valószínűbb, hogy nagyon-nagyon-nagyon fog fájni az ellenfélnek, ha eltaláljuk. És a luck statunk tényleg brutális jó. Nagyon sok a kék könyv. Ugye van lecskink is, az is segít. Ezeket kirobbantjuk, bármi lehet bennük, hogyha item van bennük. Kár, hogy Curse of the Blind van, és így elég nehéz megalapítani, hogy megéri-e rerollolni őket. Lehet, hogy ez egy Mega Blast és egy Swarm Protector. Nem túl valószínű, de elképzelhető. Nem, ez egy Cursed Eye, meg egy Goat Head. Értem szerint a Cursed Eye-nak annyira nem örülök, a Goat Head az nagyon jó viszont. Bár Chaos-szal annyira annak sincs túl nagy jelentősége. Elképzelhető, hogy csak Tech-5-val fogok innentől kezdve ölni. Mi annak is elég nagy a sebzése, mint látjátok.
Cursed Dial megint csak tucat részek óta nem játszottam. Tehát ez a Curse of the Blind, ezért utáljuk. És már elképzelhető volt, hogy akár egy Soulmilk-kel örvendeztet meg a játék. Mindenféle Holy Shot, meg ilyesmi értéke innentől kezdve inflálódott. És a Nature Damage Upgrade az, aminek van még jelentősége, mert ugye az hatása van a Tech 5-ra is. Amivel innentől kezdve lényegében sebezni fogunk. Lankroon. Még egy. Ez egy Perth Throw volt. Még egy. Ez egy Yara volt. Mondanám, hogy felrobbantom a Judgmentet, de mivel Goatheadünk van, ezért nincs jelentősége. Ugyanúgy garantált ördögszobánk van, és... Ugye az, hogy felrobbantod a Judgmentet, az igaz, hogy növeli a ördögszoba esélyt, de minek, hogyha 100% hogy kapunk. Oké. Cursed Eye miatt sokkal rosszabb lett a körünk, de még így sem tudta teljes mértékben elrontani az egészet. Ez mutatja, hogy mennyire jól álltunk a Cursed Eye előtt. Ami szerintem egyébként rosszabb állt, mint a Soulmilk. Igen, ennyire rossz a Cursed Eye, véleményem szerint. Soulmilk legalább viszonylag érdekes. Viszonylag jó kombókat lehet vele összehozni, míg a Curse Eye-jal most milyen kombókat lehet összehozni. Semmi nem szinergál vele igazán látványosan. Míg Soulmilk előtt a Libra, ami az egyik legópébb kombó a játékban. És egyéb nagyon vicces és érdekes és látványos kombók vannak, és minden könny effekt egyébként értékesebb lesz Soulmilk-el, mert gyakrabban jönnek be. Ez egy sima depth egy, azt hittem, hogy ez egy Excel szín, borzasztó nagy. Jó, ez nagy hiba volt, de kicsit váratlanul ért a dolog. Talán a boss nem fog különösen nehézséget okozni. Talán. Bár mindig utáltuk Adversary-t, ugye? Célozni ezzel a szarral, de mindegy. Hát megint ott van, hogy az ördögnél bármi lehet, és nem tudjuk, hogy mik azok. És igazából lehet, hogy egy tök szar itemért fizetek, egy gapi itemért fizetek, ez nem volt annyira rossz. Ez pedig egy Holy Grail, ami... angyal item, csak nem Swarm Protector. Olyan borzasztó messze nem áll tőle. Már azért Swarm Protector valószínűleg egy jobb carry item nála. Mr. Boom. Szeretném megvenni a másikat, csak egyre nincs pénzem. Deep Pockets. Lord of the Pit. Most kaptunk Holy Grail-t, szóval ez kb. Értéktelen. Kihasználom, hogy elég gyakran válok Guppy-vá, és már elég rég sikerült legutóbb Guppy-vá válni, úgyhogy... feltéve, hogy nem halok meg, akár ma össze is jöhet az is. Trinket, trinket! Ne idegesíts! Ne hozz rám a fast! Igen, hát a Curse of the Blind a legnagyobb ellenségünk. Ha az ember kockával játszik, mert haszontalanná teszi a Space Baros itemét, az egyik legjobb Space Baros itemet a játékban. Vagy majdnem azt mondtam, hát hogyha azt teszik végül is egy boomot, reroll-oltam egy Deep Pocket C, Mr. Boomot. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt annyira nagyon haszontalan, de nyilván fele olyan jó sem, mint általában. Ja, hát ezen a szinten nem kaptam I Can See Forever pirulát sem. Úgyhogy így a Secret Room-ok is ki fognak maradni, bár lehet, hogy pár helyen majd megpróbálom.
megtalálni. Mégül is rengeteg. Na, tűzzel, erről beszéltem, szóval rengeteg bombám van. Wow. Nem tudom, ennek köze van a Lakstadhoz, de ha nem, akkor nagymákunk volt ott. Bár a végére csak egy 50-50 lett, 4 tűzből 2 szív, de az is bőven megtette most nekünk. Megint nem álltuk olyan jól HP ügyileg, állhatnánk, hogyha jobban odafigyelnék. Nincs secret room. Itt esetleg. Oké. Okay. Jó. Megvan közben a 15 cent is, úgyhogy megvehetjük a másik itemet, rollolhatjuk, ami... Rerollhatnánk, ami ott van, de inkább reroll-oljuk az item roomot. Majd, mert én már elvittem a Demon Wings-t. Guppy's paw, kétharmad Guppy talán. Guppy's head, Guppy-k lettünk. Ez gyors volt. Zsír. Super secret room, talán itt fönn. No. Talán itt. Nem, hát akkor itt lenn még egy bombáért, megpróbálom, van pár. Még úgy, hogy annyira nem nagy gond, vigyünk el még egyet. Guppy's color, 4 Guppy itemünk van most már. Már csak a Nine Lives hiányzik. Meg a Hairball. Most jövök rá, hogy 6 Guppy item van, ami elég sok, és csak a felét kell összeszedni, és mégis mostában elég ritkán jön össze. Mondjuk úgy tudom, hogy valamit csináltak a Guppy itemek drop rétjével. Még egy lock-up. Oké. Okay. Megvan közben a 3 orbitalünk is, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kör lehetne a háshoz. Csak ahhoz nagyon-nagyon lassúak vagyunk. Kis hitbox, 3 orbital. Mondjuk egyik se Swarm Protector. Ez a kisebb bökkenője a dolognak. Most nincs Curse of the Blindunk. Úgyhogy ez nem probléma. Van viszont egy halom rerollunk, ami szintén nem probléma. De véletlenül vettem föl többé-kevésbé. Lesz még elég item, amit rerollolhatunk a szinten, és tudunk is majd rerollolni, az biztos. Van vagy 5 elem a földön legalább. Így elszorva erre-arra. Az egy tűz. Tűz csíp. Elégedve meg a trinketemmel, úgyhogy nem cseréljük most még le. Szóval hát mindig jól jön, különösen akkor, hogyha az ember nem játszik túl jól. Megtaláltuk a boss-t, bár nem azt kerestem. Wow. Rerolloljuk-e, ez a kérdés, ez damage up, de damage-el nincs gond, úgyhogy rerollolhatjuk. Ez nekünk itt egy halom pénzt ad talán, ha jól emlékszem. Amire azért annyira nem vagyok rászorulva. Úgyhogy egyelőre lemondok róla, de rohangáljunk még egy kicsit. Nope. Nem rossz a Bad Bumps. Kis OE sebzés az összes bombára, mármint hogy minden seb ez a szobában, az elég hasznos tud lenni. Mikor sok kis ellenfél van, csak leraksz egy bombát és mind meghal, de... Nem hiszem, hogy erre is most rá lennénk szorulva. Vigyük el a sima health up-ot.
annyira akarja a játék, hogy menjek tovább és ne rerollolgassak. Az oké itemekkel töm engem egymás után. Még van egy csomó elem is, még az is lehet, hogy még elemek nélkül is összejön egy reroll. Deng Debs egy elég hosszú volt. És eddig ez a Deng Debs 2 sem tűnik túl rövidnek. Nem tudom, ezeket miért nyitom ki. Már rég gapik vagyunk. Meg amúgy bármilyen item lehet bennük, csak nem olyan nagy eséllyel. Úgyhogy lehet, hogy ezért nyitom ki. Már valószínűleg túl sok speed, de most már fölveszem őket, hogyha a játék megajándékoz velük. Jó legyen. Wow. Köszönjük Cursed Eye. Köszönjük semmit. Jobb lenne nélküle, az tény. Bár elég hamar tudok lőni. Jó, nem volt szívem. Nem volt szívem rerollolni a Gutheadet, bár az se egy Swarm Protector értelemszerűen. Secret Heartunk most már így nem lesz. Úgy tudom, a Swarm Protector az nem special item, úgyhogy annak az esélyét a legkisebb mértékben sem csökkenti a Guthead. Gutheaddel pedig kb. Hónapok óta nem játszottam, úgyhogy jó őt látni. Polaroid természetesen, hiszen minél több itemet akarunk látni. És ezzel a ládában lehetséges. Elvihetjük Mouse Contact-et. Sőt a Gimpit is, hogy aktiváljuk a Polaroidot. Ennél kevesebb itemet fogunk majd kapni a ládában. Bár lehet, hogyha már látjuk őket egyszer az ördög, mi az már kiveszi őket a rotációból. Vagyis a poolból, azt nem tudom. De menjünk biztosra. Ugye a Guthead az homing tier is. És működik a Tech 5-val, amit látjuk. Egyelőre nem veszem föl. Erre sem vagyunk különösebben rászorulva. Reroll-oljunk minél többet. Azok után, hogy a Debs 2-n vagy két reroll... Na, reroll... Nem. Reroll-ról lecsúsztam. Az... nem hangzik túl jól ez a mondat a számból most, de... Legalább próbálkozom. Ne pusztulódjunk meg, ezt kérném. Azért olyan nagyon sok HP-m nincsen is, mint tudjuk. Vagy ahogy mondtam, Nine Lives hiányzik a repertoárunkból. Így ha esetleg meghalnánk, akkor csak is kizárólag a Gapi Scholar 50-50-ére leszünk bízva. Dupla reroll esetleg? Nem, csak egy szimpla. Hát ugye valószínűleg amúgy sem jövök vissza, mert nincs elég HP-m. Amúgy ez egy nagyon jó item. Egy ilyen mini stopwatch körülötted. Tényleg... Nem kicsit lenne ciki meghalni egy Guthead-es körön. Amúgy azt hiszem ez is egy angyal item, úgyhogy megint nem voltunk messze a Swarm Protector-tól. Csak a random számgenerátor nem akarja az igazát. Kicsit Tinted Drug sajnos pedig jó lett volna. Tudom, hogy ez egy kicsis nonsz, de megpróbálok egy-két Soul Heart-ot szerezni. Tényleg szeretnék egy csomót rerollolni a chessben, csak ilyen helyzetben egy el kéne odáig jutni. DPS-ünk bőven sok ehhez a célhoz, csak éppen HP-ing nincs túl sok.
Bár gyanúgytam, hogy ez a boss nem fogja túl sokáig húzni. Megint Bad Bombs. Tornfotó nem rossz, de inkább hagyjuk. Duplán rerollolhatnék, de nem valószínű, hogy bármelyiket el tudnám vinni, úgyhogy rerolloljunk itt kint. Van még egy rerollolni való, és az rosszabb ennél. Kaptunk egy Leviathan transformot, ami egy halom HP-p is van. Pont szükségünk volt erre. Mondanám, hogy ez teljesen tudatos volt, de hazudnék. Ki van itt? Kik voltak itt? Pár olyan speed up pirulának, amit már talán nem kellett volna bevenni, legalább az az előnye, hogy elég gyorsan tudok majd backtrackelni és rollolgatni. Emlékszem, amikor anno a Godhead volt az egyetlen item, ami kellett volna. A Real Platinum Godhead-hoz, és most csak így hozzánk vágja a játék egy boltban. Érdekes és vicces. Synthoil, hát rerolloljuk. Lehetséges, hogy meg lenne vele a Spawn Transform is. Azt sem követem már, hogy hány fecskendő itemet szedtem eddig föl. De ahogy mondtam, nem szorulunk arra sem már igazából. Meg aztán pláne. Már van special itemünk, egy csomó, például Godhead. Úgyhogy igazából tök mindegy, hogy elviszük-e vagy sem. Nincs ott Super Secret Room. Ez meg nem adott semmit, sajnos. Tornfotó csábít, de DPS-ünk, ahogy mondtam, elég, és szimplán tisztán ostobaság lenne kockáztatni ezt a kört egy picivel több tírrétért, amire amúgy sincs szükségünk. Valószínűleg egy Mum Transformunk is lehetne, hogyha fölvenném azt a itemet. Nem teljesen biztos, de elég valószínű. Van ugye Mum's Contactsünk, és már véletlenül fölvettem. És nincs Mum Transformunk, úgyhogy tévedtem. Ezek szerint csak Mum's Contactünk van. Ami anya item. Ezen kívül. Megvan a Chancer, ami a mini stopwatch, és megvan a rendes stopwatch is. Úgyhogy mind offenzívában, mind defenzívában iszonyú jó ez a kör. Talán az egyik legópébb, ami valaha volt nekem. Legalábbis mióta visszatértem, azóta biztosan. Akkor is nem is tűnik annyira impresszívnek. Egész egyszerűen stopwatch-sal meghalni azért elég nagy művészet. Miért ne? Succubus vicces, de inkább rerollolgassunk. Ugye nyitva marad a Godhead miatt, úgyhogy még rohanhatunk egy kört. Igazából az előző szinten a tornfotónál totál elfelejtkeztem, hogy nem sokkal azért vettem fel a stopwatch-t. Ez így eszembe jutott volna, talán felvettem volna, bár körünk körülön sokat már nem javíthatna. A fotó az egyik legnagyobb tírzep a játékban. Ezt azért nem veszem föl, mert szeretnék a ládában is esélyt arra, hogy kapjak Lastból vírust, amit majd tudok aztán rerollolni. Úgyhogy
ezért jó ötlet ott hagyni. Az se igazán segítene rajtunk, megint csak. Hát ahogy nézem, még egy... Nem lett volna már még egy roll, legalábbis nem valószínű. Ördögnél dupla item van, úgyhogy azért nem törődöm ezekkel igazából. Megint csak azért nem veszem föl, mert most meg Vredből is szeretnék még kapni itemet. Jó, ennek kulcsokat kapni. Egy halom judgmentünk is. Pakoljunk le mondjuk... kettőt, hát ha valamelyik Demon Judgment, bár azzal semmi nem megyünk, mert... Nem, bár... Polaroidunk van, egy pár HP-t talán megérhet. Boss of Steel esetleg? Nem. Dagaz. Jere esetleg? Nem. Esetleg most? Vagy Algiz. Sajnos idáig nem tart ki. First throw. Hát volt blank cardunk. Eltolom a Dagazt, mert... Egy Soul Heart és a Dagazt meg Perth Road tovább viszem. Irány az ördög. Aztán lehet, hogy vissza kell jönnöm ide az elemekért. De az idő ez engem különösebben most nem zavar, hál' Isten ráérek, remélem ti is. Steam Sale. Ezt megint csak nem vesszük föl. Semmiféle miniboss itemet innentől kezdve. Viszlát HP jó volt veled. Már csak az a kérdés, hogy felismerem a Swarm Protectort, de azt hiszem igen. Ha esetleg ott lenne. És epic fail lenne, hogyha ott van és nem ismerem fel, mert összekeverem a mit tudom, Guardian Angel-el vagy a Seraphim-mal. Mindegy kutyák. Vagy followerök, vagy akármik. Ah. Meh. Nem gond. A Dagaz bebiztosítja nekünk, hogy azt, hogy a ládában ne legyen Curse of the Blind. Ez a legfontosabb. HP-nk az talán még pont elég. Mindent elég gyorsan meg tudunk gyilkolni, úgyhogy... Még akár szerintem a Curse Room is beleférhet. Lehet, hogy kapunk egy Jokert. Kapunk egy Two Spades-et és egy Jokert, oké. Elcsesztem egyébként, mert Charge-al kellett volna idejönni. Nem lettem punisholva. Nem volt ott item. De nem ez volt a jó play most. Talán pont a legjobbkor kaptuk a Two of Spades-et, mert tényleg elkezdett fogyni a... Vagy elkezdtek fogyni a kulcsaink. Ugye van nekünk Guppy's Tail-ünk is. Most viszont nem nagyon zuhannak ránk a ládák. Reméljük majd a következő szín más lesz. Van ugye egy Perth Throne-unk, ami egyből egy dupla reroll az elején. Akár megegyezhetünk is, hogy a Swarm Protectoron kívül semmit nem veszek már föl. Igazából akkor is nyernénk. Talán a Polyphemus nehezemre esne ott hagyni. De az az egyetlen. Nihilus-t is eléggé nehezemre esik ott hagyni. Ez a Dead Dove, az nem az.
Nem tudom hányszor, hányszorra kapjuk meg a Pandora Box-t. Sokat gyára. Nem, majd meglátjuk ezekkel mi legyen. Az biztos, hogy annyit rollunk most, mint máskor 5 kör alatt. Vagy annyi itemet látunk legalábbis. Missing no érdekes lehet. Mondjak le a Godhead-ről. Sőt, hogyha megkapjuk a Swarm Protector-t. Ugye akkor már... Akkor nem számít felvett itemnek, legalábbis tudtommal. Viszont már meg sem tud jelenni, úgyhogy rossz ötletnek tűnik. Pardon, bocsánat. Ezt a homing bombos rátevet is már vagy harmadjára látnánk legalább. Így azért nehéz lesz, ha minden itemen 42-szer végig kell menni. Bob's Curse-t is biztos láttam már, hogy kétszer. Halo elfér, bár így elbukik a polaroid sebezhetetlensége, de tök mindegy. Curse Curse Die. Macseszett át először, ennyi talán megbocsátható. Ez nem dobott fel az ördökhöz, örültem volna neki. Szebb Bumps, most már 42-1-ére kerül elő. Talán itt az ideje egyszer elvinni. Blue Cap, hát hogyha már van egy HP-m, akkor lehet kettő is. És a kezdőszobában fogok rirolgatni. Ami azt jelenti, hogy totál rossz irányba indultam. De csak kettő darab charge-ot fogunk bukni, van egy halom. Hát nem egy halom, de jó pár elem is elszórva. Jobban ülnék egy kicsit többnek. Legalább... Jó, most már mindenképp fölveszem. Tudom, hogy elbukom az egyik elfapot, de igazából tök mindegy. Seraphim Transform. Rossz jel felé jövök? Már megvan a töltés? Miért nem figyelsz oda? Jó, box, tök mindegy. Hát, ha kapunk egy nem. Hát, ha kapunk egy nemet. 48 óra energia. Plusz dagáz, ez micsoda? Ez tök mindegy. Szóval 48 óra energia, nagyon jó. Az egyik sem az. Ezt fölveszem és visszarakom, nehogy a Rosary miatt még vagy 42-szer megjelenjen ez is. Minden Spacebaros itemmel ezt fogom tenni, hát ez segít. Jó. Ezer éve öltem meg a sátánt is. Még mindig egyik item sincs ott, amit igazán szeretnék látni. Tudom most már viszont, hogy van 48 óra energia pirula a rotációban, úgyhogy... Találok valahol mondjuk egy... Wow. Szóval találok valahol egy slot machine-t, ami ugye pirulákat is tud adni, akkor nagyon-nagyon rá fog feküdni. Tíz bomba itemet is elvihetnénk, de összetén szóval nem érzem úgy, hogy szükségem lenne bármire. Szerintem a Curse of Tower-t is már legalább 5-5-jére látom. Megvan a közben az anya transform is. Black Candle vagy van vagy kettő a szinten. Ez valóban káosz, ami így zajlik. Nem is lehetne találóbb. Ez egy Space Baros item. Super Secret Room, esetleg itt valahol bal oldalt.
Ez nem egy slot machine, nem is fortune teller. Oh, telibe vert Curse of the Tower. Valahogy nem akarja ideadni, pedig láttunk már angyal itemet. Dead Devot például. Oké, okay, boxcars, tök mindegy. Ugye ez nem kéne akadály legyen. Wow. Van még két elem talán. Még lehet egy szerencsés Secret Roomunk. Ez nem egy szerencsés Secret Room. Bár ezek között néha kapunk pirulákat. Lehet köztük 48 óra energia például. Még mindig max közelébe sincs a speed stat. Ott hagyom anyakését. Anyakése biztos, hogy special item, hogyha ennyi erővel akár a Mega Blastot is megkaphatnánk. Ez egy breakfast, ez egy rossz előjel. Rohadt Sworn Protector. Gyerünk, képes vagy rá. És fölveszek mindent, hát ha azért, vagy amiatt nem fog megjelenni semmi sem még egyszer. Valami van a Secret Roomban is. Jó, persze, felveszem a Cursed Tower-t, ki francot érdekel innentől kezdve. Láttuk már mind a Secret, mind a Super Secret Roomot, azok már nem fognak segíteni ma. Belzebub transformunk még nincs. Lehetett volna. Szerintem ez az a kör, amikor bármelyik transformot össze tudtuk volna hozni. Egyébként elnézünk most oda a jobb oldalra. Namzai, meg Bob's Curse, meg Scatterbomb, vagy mi a szarannak a neve. Azért nem tűnik olyan jónak ez a kör. Mert már nem látjuk képernyőn azokat az itemeket, amik miatt jó. Föl mi volt? Vegyük föl, nem, hogy azt kapjuk. Na, a Missing Note, azt ne vegyük föl. Vegyük föl az Infamy-t. Tamis szerep, nézzük, hogy lő. Nagyon csodálatosan szép. Yes! Haha, mínusz egy, kiúszhatjuk a listáról. Oké. Okay. Üdv meg a sátán. Sajnálom, hogy rossz hírt kell közölnöm, de ma is szarnapod lesz. Bár nekem van Curse of the Tower-om és Curse Die-om. Két borzasztó item meg a sátára. Ahol az ember hajlamos sérülni időnként. Mert beleszpónolja a seggébe az addokat, meg egyéb finomságokra is képes. Jó. Te is itt vagy? Jó. Ahogy kiteleportálj. Oké, Curse of the Tower, vágom. Teljesen haszontalan a trinketünkkel. Ezt eddig nem vágtam, csak most esett le ez a szinergia. Dagász, Purity, pusztulj meg a sátán! A tisztító tűzben. Összesírtuk a fejét Isten könnyeivel. Úgyhogy... Oké! Okay. Egyet megoldottunk. Valószínű, hogy a Mega Blast megint csak nem volt a rotá, hogy a item poolban. Viszont... A Swarm Protector helye... az itt volt. És itt eddig kérdőjel volt, szóval nem volt meg. És most már csak ez az egy hiányzik, a legutolsó.
ami mindenki tudja, hogy micsoda. Úgyhogy, hát innen folytatjuk legközelebb, nem tudom, hogy sikerül-e az a bizonyos dolog, az 1001, de remélem itt lesztek, hogy kitaláljuk. Addig is minden jót, sziasztok!